Köszönöm szépen, és mielőtt áttérünk a kerekasztal beszélgetésre, szeretném megköszönni az előadóknak az előadást. Hörher Ferencet, Velkei Ferencet és Vértesei Lászlót. No, lezajlottak az előadások, hálásan köszönöm a meghívott előadóknak az előadásait. Itt a végén nagyon fölpörgött sok minden ezzel az érdekes teológiai kitekintéssel, amit a Lukács tanár úrtól hallottunk, és itt végén ezt az egész politikai aktualizálást, hogy hová is tartott az a folyamat, aminek a kiinduló pontját mi a 19. századi nemzeti liberalizmus világából próbáltuk eredeztetni. Én itt kevéssé szeretnék szólni, inkább szerényen itt lenni közöttetek. Csak próbálom elindítani a beszélgetést. Van esélye valamilyen szinten, valamilyen értelemben napjainkban a nemzeti liberalizmusnak azok után, amiket hallottunk? Erre a válasz nem hiszem, hogy igen vagy nem, mert ez az alcím. Sok megközelítést hallottunk, induljunk elefelé, aztán meglátjuk majd, hogy tudunk-e abból az örökségből, hiszen örökségként tekinthető mindez a 19. század, főként a 19. század politikai útkeresése, az akkori szabad elvűség, szabad elműség, akkori szép magyar szóval, vagy lezárult, nem járható út, csak visszatekintünk oda. Nem tudom, hogy ez hallatszik-e. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a kerekasztalval is megszólaljak, de én azt javasolnám majd, hogy a beszélgetés egy adott pontján ezt tegyük lehetővé a megjelenteknek, mindannyiuknak és a többi előadónak is nyilván. A magam részéről az alcím kérdésére ugye az előadásomban egyrészt nem válaszoltam, másrészt pedig azt a kérdést vetette föl számomra ez a kérdés maga, hogy vajon miért kérdezi az, aki ezt kérdezi, ezt a kérdést. És úgy tűnt nekem ebből a kérdésből, mintha azért fogalmazódna meg a kérdés, mert jó lenne, hogyha... Ugye erre utal az esély kifejezés. Jó lenne, hogyha lenne egy nemzeti liberalizmus. Na most a kérdés az, hogy miért is lenne jó. Ugye ahhoz nyilván be kellene mutatnunk, hogy a nemzeti liberalizmus az egy jó dolog. De egy másik utat is járhatnánk, és talán az előadások egy része erre utalt, részben a történetiek, hogy a nemzeti és a liberalizmus
az két olyan címke vagy bélyeg, attól függően, hogy most ezt szeretjük vagy nem szeretjük, két olyan címke bélyeg, amely a magyar politikai gondolkodás történetében és a magyar politika történetében két tábort jelezne. Tehát, hogy ez egymással szemben álló két érték lenne, a nemzeti elv és a liberális elv, és azt mutatták meg ezek az előadások, hogy hogyan volt ez korábban, amikor ugye például Velkei tanár úr előadásában azt láttuk, hogy a két halmaz nagyjából, vagy legalábbis nagy felületen találkozott, tehát a nemzeti és a liberális nem egymással ellentétben definiálta magát, hanem közel jutott, és aztán a Takács József tanár úr arra mutatott rá, hogy ez valahol 1920 környékén hol szakadt meg ez a fajta együttállása a két elvnek, és hogyan vált ez egymással szemben álló két tábor címkéjévé. És ha jól értem, akkor a Kulin tanár úrnak az előadása pedig arra mutatott rá, hogy hogy nem sikerült a rendszerváltás pillanatában ismét csak együtt tartani ezt a két fogalmat. Tehát, hogyha most magamnak újból megpróbálom értelmezni az alcímként föltett kérdést, akkor arra mutatna, hogy hogyan lehetne ebben a politikai közösségben azt a fajta éles megosztottságot, amit ennek a két elvnek, mint két egymással ellentétes címkének a szembenállásaban meg tudunk ragadni, hogyan lehetne tehát ezt a szembenállást valamilyen módon föloldani, valamilyen módon a politikai közösségnek egy olyan diskurzusát elősegítenünk, amelyben ez a két halmaz ismét olyan jól átfedni egymást, mint a reformkor egy időszakában. Én a magam részére például egy ilyen tanulságot vontam le. Persze bennem van a kérdésben, az alcímben a vágy, hogy jó lenne nem is annyira a nemzeti liberalizmust, nem a két szóhoz ragaszkodom, hanem ebben a házban, a Párbeszédházában keresem annak a lehetőségét, hogyan lehetne vagy emberibb szót érteni egymással. Számomra 61 évesen jó elkaptam én ezt a mögöttünk lábra 25 esztendőt, érett emberként, nem kamaszként, nem túl öregként. Nekem ez egy nagyon nagy teher. És nem tudom kizárni az én életemből, nem arról, ez nem csak a politika világában van és létezik. Létezik ez az egyházon belül is, a renden belül is. Gondolkodásmód, attitűd. És azt hiszem, hogy itt van valamiféle lehetőség ezen a gondolkodásmódon eszmélni, megnézni annak a lehetőségét, hogy csak ez az út, csak ez a szembenállás lehetséges, mert akkor nagyon fáradtságos újabb 25 év előtt állunk. És nem tudom, hogy van-e annyi belső erőnk, hogy tudjunk közben építeni. Megint csak egy személyes vallomás. Engem sorvaszt ez az egész. Tehát valami kopik bennem, pusztán ettől a ténytől. És most nem mondom azt, hogy ez jó vagy nem jó, nincsen bennem értékítélet, csak fáj. És ez a fájdalom, ez valahogyan engem arra a cselekvésre ösztönöz, hogy próbáljak keresni megoldást, vagy kiutat, és próbáljak beszélni azzal a másikkal, hogy te hogyan gondolod. Csak egy gyors reakció, amíg a többieknek is megadjuk nyilván a lehetőséget, hogy egyfelől van nyilván személyes viszonyunk ehhez a helyzethez, szeretjük-e vagy nem, együtt tudunk-e beleélni vagy sem, a közösségeinknek a viszonya ehhez. Másfelől pedig van egy politikai kérdés, ami úgy hangzik, hogy jó-e egy politikai közösség számára egy ilyen típusú beásott barikátharc, hogyha egy képzavarral élhetek, nem tudom, milyen egy beásott barikátharc. Tehát, hogy a két tábor egymással ilyen evidens és zsigeri módon egymással szemben próbálja magát meghatározni. És én vélelmezném azt, hogy ez nem jó. Tehát, hogy itt egy politikai krízis helyzetről is szó van, vagy ahogy a régiek ezt mondták, valami fajta lázas állapot
adta ez a politikai közösség. Egy olyan észrevételt szeretnék tenni, ami az alapkérdés felvetéshez azt megerősíti. Na nem a nosztalgiát az iránt, hogy egy reformkori, vagy egy esetlegesen a rendszerváltozás pillanatában lehetővé váló nemzeti liberális gondolatot erősítsek, hanem egyszerűen a dolgok logikájáról érdemes elgondolkodnunk. A dolgok logikája pedig mégiscsak az, hogy 1989 után egy olyan intézményrendszer jött létre, amelyik a liberalizmus alapértékeit rendszerszerűen beépíti a dolgok működésébe. Tehát ilyen módon nagyon nehéz, és a Takács József előadásához azért tartom nagyon fontosnak visszagondolni, mert hogy kétségtelenül a politikai beszélésünk az a 20. századi logikáján működik és nyelvezetén működik ma is, amikor nemzeti és liberális szitokszóként felerősödött újra, de kétségtelen, hogy nagyon nehéz úgy antiliberális konzervatívnak lenni, hogy a rendszer alapjai liberális normatívák felől építik fel az intézményeket. Tehát magyarán szólva a dolog mégiscsak nagyon komolyan végig gondolandó, és nem véletlen, hogy a kis ideig tartó konszenzus a kerekasztalnál, mondhatjuk nagyon rövid ideig tartó konszenzusban, döntően történészek, irodalomtörténészek vannak jelen, és nem véletlen az, hogy reformkorászok zömmel, akik nagyon komolyan úgy gondolják, hogy először az intézményekkel kell kezdeni, és biztosítékokat kell teremteni arra, hogy a szabadság alapkörei a következő rendszerben egy önkényuralommal szemben nagyon stabilak legyenek. Szabad György azt mondja utólag, hogy ehhez értettünk, és ezt tudtuk csinálni, és úgy gondoltuk, hogy ez a legfontosabb, és csapda volt, mert nem értettünk a gazdasági mechanizmusokhoz, nem tudtuk, hogy mi történik másút, de mi ennyit tudtunk hozzátenni az új világhoz, hogy a szabadság intézményeit körbejártuk. Tehát a mi számunkra, akik azt mondjuk Szabad Györgyöt, zsidó származású történészként és öntudatos magyar emberként egy tipikus nemzeti liberálisnak tartom. És az ő sorsa, ahogyan átcsúszik az MDNP-be, a csurka dolgozat után, ahogy a konfliktusait egyre nehezebben oldja fel, ahogy átcsúszik az MDNP-be, valóban, Takács Józseffel egyetértve, ennek a gondolatkörnek a rendszerváltozás utáni bukását mutatják. Hogy a jelenlétének, a nyilvános jelenlétének a tragédiáját mutatják. De közben mégiscsak ott vagyunk egy liberális alapozású intézményrendszerrel, ami most a kérdés, persze most komoly kérdés a számunkra, hogy elmozdul-e egy antiliberális intézményrendszerré, vagy sem. Mert ez már egy másik kérdés, persze ez a jelennek, a konzervativizmusának a tartalmaira, ha konzervativizmusnak hívjuk, kérdez már rá. Tehát valójában az a népi urbánus, vagy antinacionális és antiszabadelvű, antiliberális logika, amelyiket megörököltünk a 20. századi beszédmódokban, és szerintem a rendszerváltozás pillanatában nem volt olyan erős, de most megint erős, hogy így tematizálódnak a kérdések. Ez alapvető problémákat vetnek fel a rendszerünk működésével kapcsolatosan, és diszonanciákat okoznak, és bizony, igaza van, Takács Józsefnek a fogalmaink visszahatnak. A általunk használt fogalmak visszahatnak a dolgok működésére is. Köszönöm szépen. Ha már Takács Józsefet említetted, vele kezdem. Én is azt mondom, hogy igaza van, csak nem szeretném, hogy igaza maradjon. Tehát, hogy 10 év múlva is azt mondjuk, hogy hát nem volt esélye annak, hogy valamilyen szinten az a minősége, az a fajta minősége a közösségtudatnak, ami a reformkorban kialakult, az újra teremtődjék. Tehát én nagyon remélem, hogy ez meg fog történni. Na most a felmerült indító kérdéshez hadd főzzek annyit, hogy a döntő kérdés számomra nem az, hogy a nemzeti liberalizmus az megújítható-e, vagy folytatható-e, hanem az, hogy amilyen funkciója abban az időben a nemzeti liberalizmusnak volt, olyan funkcióval valami meg fogja tudni teremteni az új minőségű közösséget. Ne felejtsük el, hogy a liberalizmus előtt is volt nemzet, és a magyar nemzettudat
öröksége az lényegesen gazdagabb, és sok elemében felújítható, ami a romantika és a liberalizmus előtt volt. Hát ugye Esvarga Pálnak a tanulmánya óta egyetemi hallgatók is szajkozzák már, hogy háromféle nemzettudat volt. Volt az államnemzeti közösségtudat, volt a hagyományközösségi nemzettudat, és gyorsan segítsen. És az eredet közösségi, tehát a vérségi, a leszármazás. Na most a liberális nemzettudat megpróbálta ezeket egyesíteni, kiderült, hogy nem tudja. Tehát ez az a fajta közeg, amelyikben ezt megpróbálta megteremteni, nem teremtette, de nem azért, mert az eszmének nem volt ereje, hanem azért, mert olyan külhatalmi, nagyhatalmi, világgazdasági konstellációba került a magyar állam, amelyben ezekkel a külső szétszakító erőkkel szemben nem volt képes. Tehát ezt nehogy én azért hangsúlyoztam itt egy néhány bekezdés erejéig az orientációs problémát, tehát hogy egy adott történelmi fordulóponton milyen mintát választunk magunknak, ez meg fogja határozni azt, hogy képesek leszünk-e közösséget teremteni, vagy nem. Én úgy látom, hogy nem sikerült, nem a mi kudarcunk, Európa egészének a kudarca az, hogy a 90-es évek elején győzött a szabad piacgazdaság, a legnagyobb csapást ezt a németekre mérte, és hadd utaljak csak annyira, hogy a jogtörténeti abszurditás, egy fél mondat még csak, abszurditás az hogy az uniós alkotmány preambulumában még az szerepel, hogy az unió szociális piacgazdaságot fog építeni, és a fejezeteiben már sehol nem írják le ezt a szót, már csak szabad piacgazdaságot említenek. Ez valami olyan abszurditás, amihez hasonlót én a Bibó által elemzett kiegyezési okmányban fedeztem fel, vagy láttam, illetve ő fedezett fel, hogy szólt az magyarul, meg hogy szólt az németül, most ebben nem menjünk bele. Tehát ez egy hallatlan fontos dolog. Egy reflexiót még arra, amit László atya mondott, hogy hát teherként viselted el ezt az elmúlt 25 évet. Én is teherként, és gondolom mindannyian teherként, nagyon súlyos hát traumaként éltük meg. Csak ilyenkor azért gondoljunk arra is, hogy mi is az, ami az illúzióinkat szétrombolta, az, hogy nem jöhetett létre valamiféle olyan közösség, amelyik tulajdonképpen előtte se volt meg, csak nem tudtuk, hogy nem volt meg, azért, mert azok a viták, a társadalmi rétegek, csoportok, értelmiségi csoportok között, amelyek között lefolytatandó lett volna a 20. század tanulságainak a vitája, ez nem történhetett meg. Ez felszínre bukkant, és törvényszerűen szétverte a 85-ös monori kísérletet, és jött a polarizáció lakitelekkel és az SZDSZ-szel. De miközben ezt látjuk, azt is lássuk, hogy a kommunizmus évtizedei környezetünkben is lefolytottak óriási feszültségeket, és mi nem polgárháborúval, hanem értelmiségi háborúval úsztuk meg ezt a fajta átalakú idáig legalábbis, és nagyon remélem, hogy ez így fog történni ezután is. Ha szabad ezen a ponton bekapcsolódni, mert pont azt akartam, olyasmit akartam mondani, ami az utolsó gondolatodhoz kapcsolódik, jelesül a rendszerváltás pillanatának a helyzete. Én azt hiszem, hogy ebben a mai beszélgetésünkben, amelyben egyébként még majd szóba kéne hoznunk a keresztény gondolkodásnak ehhez a politikai szférához való viszonyát, mert nagyon fontos előadások hangzottak el e tekintetben, de még a történeti vonatkozásra visszatérve, hogy hiányoltam a 20. századi témát. Tehát elhagytuk 1920-ban a történetet, és utána fölvettük 1985-ben mondjuk, vagy 87-ben. Tehát magyarán a 20. századot kihagytuk ebből az áttekintésből. Lehetséges, hogy épp azért, mert erről tudunk a legnehezebben, legalább a minimális konszenzus reményében, vagy egy dialógus képesség reményében beszélgetni. Márpedig a 20. század megértése nélkül nem lehet megérteni azt, hogy 85-ben, vagy 87-ben, 89-ben mi történik.
És e tekintetben egyébként még egy dolgot fontosnak látnék kimondani, hogy az rendben van, hogy elvégezzük azt a munkát, amit eszmetörténészként feladatunk, hogy a fogalmaknak a történetét megpróbáljuk rekonstruálni, hogyan váltottak jelentést. De hogyha nem tesszük mögéjük mindig a politika történetnek az eseményeit, magyarán, hogy milyen politikai helyzetre születtek reakcióként, akkor egy kicsit érthetetlennek tűnhet. Tehát például nekem az a Takács Jóskának az elemzésében az a rész, ahol a fogalomnak a szép változásait megmutatta, vagy pregnáns változásait megmutatta, mégis kicsit hiányolta mögötte a politikai változásokhoz való kötését, mondjuk a kiegyezéshez, mondjuk a dualista állam szétbomlásához, és a világháborús tapasztalathoz való kötését, mert a politikai történetek nélkül ezek a fogalmak szerintem nehezen értelmezhetők önmagukban. És még egy utolsó gondolat, a rendszerváltásról. Én írtam ezzel kapcsolatban valamikor már régebben egy tanulmányt, ahol azt mondom, hogy a fő problémát abban láttam, hogy a rendszerváltás kerekasztala nem végezte el azt a munkát, ami egy nemzeti minimum vagy liberális minimum kimunkálásához szükséges. Miért? Azért, mert meg kellett egyezniük. Egy megegyezés kényszer volt, és ezért a minimális feladatot végezte el, amiről szó esett, az intézményrendszert fölállította, és abban betette bizodalmát, hogy az intézményrendszer majd átalakítja a gondolkodásmódot, és kikényszeríti azt a viselkedést, amit az alapító atyák szerint egy jól működő államban a 20. század végén Európában elvárhatunk. De én azt látom, hogy e tekintetben Széchenyinek lett igaza. Ő volt ugyanis, aki azt mondta, hogy nem az intézmények, nem az alkotmány az, amelyik meghatározza azt, hogy egy állam jól működik-e vagy sem, hanem a kiművelt emberfő. Magyarán, hogy igenis itt a személyi feltételei nem voltak megadva, ez egy traumatizált társadalom volt, és azok a gondolkodási sémák, pályák, amelyek belénk ivódtak az előtte volt évtizedekben, azok nem tették lehetővé, hogy ezekkel az intézményekkel úgy éljünk, ahogy egy kiforrott demokráciába szükséges. Én majd szeretném, hogyha Jóska reagálna, ez csak azt szeretném hozzátenni, hogy a kísérlet megvolt rá, de már egy olyan beszédhelyzetben, hogy ez a nemzeti és liberális minimum, szabadelvi minimum a rendszerbe bekerüljön, amikor már nagy volt a divergáció, és Tamás Gáspár Miklósnak volt például egy eszéje a beszélőben, ami listázta, hogy mi a liberális minimum, és az volt az MDF egyébként logikus válasz, hogy ne oktasson ki minket az SZDSZ arról, hogy mi a szabadelvűség, mi a liberalitás, és azonnal kontradikcióba kerültek. Ugyanúgy lényegében azért az MDF nagyon többször a nemzeti minimum alapeszmét megfogalmazta határon túli magyarokkal kapcsolatos minimális sarkpontok, és ott pedig ugyanígy ellenállásba ütközött. Tehát magyarán szólva, akkor már, amikor erről elkezdődött a bátor beszéd, akkor már nem volt közös nyelv. És nekem egyébként valóban én is személyes traumaként élem meg. Ezt most kimondom, Kerek Perec, nem azért, hogy az embernek van egy politikai ideálja. Én magamat 19. századi történészként nem tudom másnak tartani, mint szabadelműnek. Ezt most így mondom, egyébként Széchenyi mondta szabadelvűnek is, meg liberalitásnak is, csak ez volt tényleg a legszebb fogalom, amit használt. Nem tudom másnak mondani, mert úgy gondolom, hogy az emberi autonómia tisztelete nagyon erősen beépült már az európai kultúrába, olyan erősen, hogy nem akarok lemondani róla is azokról az értékekről sem, amik ebből következnek. De nagyon mélyen hívő keresztény ember vagyok, nem hiszem, hogy tudnék úgy a szabadságról gondolkodni, ahogy Mill tette az első mondatában. Magyarán szólva, hogy felejtsük el a szabad akarattal kapcsolatos diskurzust, és beszéljünk csak a politikai szabadságról. Én nekem nem elég a szabadságról így gondolkodni. Tehát, és ugyanígy azt mondhatnám, hogy nagyon erősen kötődöm ehhez a közösséghez, amit nemzetnek hívunk, ami sokat változott, de mégiscsak az egyéni önmegvalósításomat csak ebben a közösségben tudom elképzelhetőnek tartani. Tehát én, mint autonóm lény is úgy gondolom, csak itt teljesedhetek ki ebben a közösségben. Így gondolták a reformkorban is, hogy az egyén önmegvalósításához kell közösség, és az a nemzetben fogható meg legjobban.
És az én személyes traumám nem lett szerencsére trauma, nagy családban élek, ugyanezzel a nagyon erősen Kádár rendszer ellenes, templomba járó, katolikus, és nagyon erősen a szabadság iránt elkötelezett egybörtönviselt nagyapa, egybörtönviselt édesapa, ebből a családból, úgy, hogy mindig nagyon harmonikusan tudtunk politizálni, lett egy pár olyan év, amikor nem tudtunk. Holott nagyon erős közös nyelvi, szemléleti gyökereket hordoztunk, és ne adj Isten, az egyik testvérem az most éppen kereszténydemokrata néppárti, de nem pártelkötelezett, hanem szellemi ember és szakember, a másik testvérem meg SZDSZ-es politikusként volt parlamenter, és mind a kettővel pontosan ugyanazt a nyelvet tanultam, pontosan ugyanazokat a politikai paramétereket jártam, és volt néhány év, most bevallom őszintén, én akkor az SZDSZ-es testvéremmel nem tudtam szót érteni politikában, mert akkor éppen nagyon bosszantott az a túlerős támadás a fiatal éppenséggel elinduló. Hát a taxis blokkád idejében volt, hogy összekülönböztünk, mert akkor én azt túlerősnek éreztem azzal az új formálódó Magyarországgal szemben. És aztán most ez persze nálunk már feloldódott tökéletesen, hozzáteszem, néha azért, mert az SZDSZ-es testvérem veszítjük a kormányt közösen, úgyhogy nagyon más alapon állunk. De hát ez most egy nagyon speciális beszédhelyzet, de én traumaként éltem ezt meg, hogy hozzám nagyon közel álló, egyébként gondolatilag tökéletesen velem harmonizáló egy testvérem, mert nem tudtam tökéletesen beszélni a politikáról. Nem volt közös nyelvünk, hirtelen szétesett a nyelv. Hirtelen más nyelvet kezdtünk el beszélni. És hát most mondom, ez így nekem is trauma volt. Sokat idézett Takács úr, szeretném én akkor. Gyere, légy, jó, és akkor... Igen, gyere, légyek közén. Én azt hittem, hogy megdolgoztam. Ferének természetesen igaza van abban, hogy a politikai intézményeknek a története, vagy a politika történet az hozzátartozik a politikai beszélésnek a történetéhez, de hát a 25 perc az 25 perc. Mindenről sajnos nem fér bele a 25 perc, de természetesen egyetértünk. Ehhez a kulcskérdéshez, amihez mindannyian hozzászóltatok, ehhez hagyd mondjuk akkor inkább valamit, hogy hát, hogy én nem mondanám azt, hogy nekem ez trauma lett volna ez az elmúlt 20 év, majd hogy nem azt mondom, hogy épp ellenkezőleg. Tehát egyrészt tehát az én politikai életemben a legfantasztikusabb dolog, ami történt, az nyilvánvalóan rendszerváltás. És amennyire, tehát azt gondolom, hogy annak minden konfliktuózusságával egyetemben. Ha valamihez politikai értelemben állampolgárként, most nem eszmetörténészként, mert nem kutatom ezt a területet, és nem is politikai eszmetörténészként nem is érdekel különösebben. Tehát mint állampolgárként, ha valamihez politikailag hű tudok maradni, akkor az a részben a magyar rendszerváltás, részben pedig az Európai Unióhoz való csatlakozás. Ez az, ami számomra lehető legfontosabb. És az, hogy a politika világa 1988-89 után rendkívül konfliktuózus lett, az részben egész egyszerűen azt gondolom, hogy a természete. Tehát, hogy ez a helyzet, ez egy iszonyatosan konfliktuózus világ. És a 20. században, ellentétben a 19-kel, amikor arisztokratikus politikáról lehet beszélni, hogy van egy arisztokratikus elit, amely mondjuk a maga egyszerre nacionalistának, vagy egyszerre nemzetének és egyszerre liberálisnak nevezhető nézeteit kidolgozza, az egy arisztokratikus körben folyó vita. Mi pedig egy demokratikus társadalomban élünk, ahol a politikai mobilizálásnak a törvényei teljes mértékben megváltoztak, primitivizálódtak, brutalizálódtak, és így tovább, ennek megvan a 20. századi előtörténete.
Tehát személyesen mindezt lehet rossznak tartani, vagy problematikusnak tartani, de én azt gondolom, hogy a magyar történelem egy ritka sikertörténete után vagyunk. Úgy gondolom, ahogyan a Kulin Ferenc mondta, hogy például az, hogy nem polgárháborúval ért mindez véget, hanem csupán egy értelmiségi háborúval. Ilyen nagyszerű fejlemény. Az elmúlt, tehát én nem egészen így gondolom. Tehát, hogy bizonyos értelemben ez... Tehát nagyon sok problémát látok én is, de összességében azt gondolom, hogy ez egy remek 20 év volt a 1989 után. Csak a politika az ilyen rendkívül konfliktuális és piszkos dolog. Na hát ez, szerintem ez így van és így marad. Jelentkezett ott egy részvevő önnek. Köszönöm, László atya, mertem remélni, hogy mi is kapunk szót, mert különben megkérdeztem volna, hogy hol is vagyunk. Úgy tudom, hogy a Párbeszéd házában, akkor legyen párbeszéd. Ne csak ott önök között, hanem hát mégis mi közöttünk is, mert gondolom vannak másoknak is gondolatai. Én azzal szeretném kezdeni, hogy én abszolút optimista vagyok, és egyáltalán nem adtam fel a reményemet arra, hogy talán még megérhetem azt a szép képet, amit a Hőrhel tanárul is fölvázolt, hogy majd béke és politikai környezetben nőhetnek fel az unokáim. Sajnos erre most én nem látok semmi reményt. Nem látok reményt, és azért nem látok reményt, mert ahogy itt a több előadás is bemutatta, főleg a Kulin tanárul, hogy egyszerűen a liberális politikát vívő politikusok állandóan változtak, és állandóan negatív irányba változtak. Hát engemet teljesen sokként hatott, és ezzel László atyával értek egyet, amikor a Pető Iván azt mondja nekem bele a képenbe 1994-ben, hogy hát őket a nép akarja, hogy ők a hatalomba kerüljenek. Hogy őket a nép akarja, hogy a kommunistákkal szövetkezzenek. Ezt meri nekem mondani, ezt merte nekem. Tehát és onnantól kezdve is folyamatosan, és igenis az határozottan emlékszem a 90 és 94 év közöttiek időszakra, hogy olyan durván és olyan alázatos módon támadták az Antal kormányt a liberálisok, ami egyszerűen elképesztő volt. És nagyon sajnálom, hogy teljesen ebbe az irányba elmentek. Most ahhoz, hogy itten kompromisszum legyen, igenis nekik kell visszajönni. Mert a másik oldal csak visszaütött. Nem ők kezdték, nem a nemzetiesek kezdték. Igenis, a liberálisok kezdték, tehát nekik kell visszajönni. Erre én most elég kevés reményt látok. Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék az előzőekhez. Egy pillanat. Bocsánat, ehhez kapcsolódna az ön kérdése? Tessék, először. Én már úgy sokat beszélsem. Hajrá, így van. Én kiindulnék abból a hívószóból, ami ennek a konferenciának az egyik szava, szabadságból. És ha úgy vesszük, hogy egy liberális ember az ezt a szabadságot szereti nagyon, akkor én Velkei Ferenccel értek egyet, hogy ebbe igazából nincsen talán túl nagy ellentét. Hiszen az egész rendszerünk, jogrendszerünk, adott esetben most az új alaptörvényünk is meggyökerezteti ezt a szabadságot. Amiben itt talán ellentétek vannak, az, hogy ezt individuális típusú szabadságnak tekintjük, vagy egy közösségi típusú szabadságnak. Ugye a politika elméletben ezt ilyen kommunitárius gondolkodásnak mondják, Hörher Ferenc azt hiszem erről publikált egy pár dolgot, ugye? És itt nagy különbségek vannak, hogy valaki ezt így érti, vagy úgy. Ezt jól lehetett látni az új alaptörvényünk által keltett vitáknál is, hogy már az is bizonyos körökben ugye ellenérzést váltott ki, hogy azt mondja az alaptörvényünk a nemzeti hitvallásba, hogy valljuk, hogy az ember szabadsága a másokkal való együttműködésbe bontakozik ki.
Ugye ez azt mutatja, hogy az alaptörvényünk valahol a kommunitárius eszmét kívánja magáévá tenni, anélkül, hogy tagadná a szabadságokat. Ugye? Ebben látok nagy különbséget. A másik, hogyha az utóbbi nézetet is valljuk, egy óriási kérdés az, hogy ezt a közösséget ki miben látja. És ebben látok nagyon nagy különbséget. Mert van, aki ezt nem a nemzeti keretekben látja, hanem azt mondja, hogy a modernitás pontosan azt mondja, hogy ez a világ, ez az emberiség. És ez a nemzeti keret, ez egy elavult dolog. Ez eddig nem került itt a beszélgetésekbe elő, pedig szerintem ez egy döntő kérdés a mai világban. Persze mondhatja erre egy eszmetörténész, és biztos fogják is mondani, hogy ez már a múlt században ugyanígy fölmerült, akkor kozmopolitának nevezték, sőt, talán valamelyik előadó ezt említette is ezt a szót, ugye? A kozmopolita és a nemzeti. Hát ez ma ugyanígy jelentkezik, ugye, hogy mennyire vagyunk világpolgárok, vagy mennyire vagyunk egy nemzetnek a tagjai, a kettő hogy függ össze, vannak-e itt prioritások, és hogyan kell ezt érteni. Én minden esetre Vörös Sándorral tartanék, akinek a Teljesség felé című könyvében van egy olyan érdekes mondás, hogy tiszteld és ápold emberi környezetedet, a családodat, a nemzetet és az emberiséget. Tehát ő egy hármas vonulatot sorol föl, mindegyiket az ő közösségének tekinti, nem állítja ezeket szembe egymással, de a felsorolásból az derül ki, hogy a családod van mégis a legközelebb, utána van a nemzeted, és utána van az emberiséged. Hát ez a vitánk most ugye rögtön fölveti a családnak a kérdését is, ugye, mert Vörös Sándor elsőnek a családot emlegeti, ugye, és ez is egy nagyon-nagyon nagy kérdés, ugye, amiről éppen most a püspöki szinódus tárgyal. Köszönöm szépen. Igen. Aztán egy fantasztikus előadás sorozatot hallottunk itt, és az én is Takács József előadásából tanultam talán a legtöbbet, mert az a véleményem, hogy a liberális szót ma már nem lehet használni. Mert hogyha a liberális, az kozmopolita, ha a liberális, az kapitalista, és ha a liberális zsidó, akkor ez épp elég arra, hogy ennek a fogalomnak a jelenlegi használata az időszerűtlenné vált. Valami tennünk kell azért, hogy ez újra használható legyen, de én azt hiszem, hogy egy ilyen háttérrel, amit én teljesen reálisnak tartok, és nyilván nem véletlenségből mondtad, ezzel szembe kell néznünk. Tehát, hogyha én magamat valahol ebben a skálában el szeretném rakni, akkor azt mondanám, hogy az előítéletekkel szembenéző, az előítéleteket próbálni valahogy érveléssel menteni, és hungarus szeretnék lenni, mert a nemzeti fogalom az is valahol csorbát szenvedett. Tehát az a két dolog, ami nagyon fontos lenne, amit vitatunk, az, én úgy magamnak azt találom, ez is félre kell tenni, és dolgozni kell azon, hogy ezeknek az értéke nem biztos, hogy a 19. századi reformkori értéke, hanem egy jó értelemben módosult értéke újra használható legyen, de ehhez nagyon sokat kell érvelni, és ilyen konferenciákat szervezni. Köszönöm szépen. Így tisztelettel köszöntöm régi kollégáimat is, és tulajdonképpen az elnökséget is, a grémiumot is, és a kedves társakat is, mindannyiukat. Szeretnék egy másik oldalról közelíteni ehhez a kérdéshez, mert úgy érzem, hogy a politikai tudomány kutatás intézményrendszere és eszközrendszere nem kielégítő ma már ennek a kérdésnek a megválaszolására. Talán azzal tudnám folytatni, hogy a természeti törvényekben az egyensúly axiómái érvényesülnek. És ezért én úgy gondolom, hogy a teremtés minket ráfog, a korlátok ráfog kényszeríteni a megegyezésre. És ezért teljes mértékben pozitívan állok a jövő elé, és azt mondom, hogy az én korosztályom, ami László atya gondolatához csatlakoznék, igen, a
a középkorúak úgy gondolják, én merem állítani, hogy össze tudunk hozni egy olyan egyezményt, ami felül fog tudni emelkedni különböző politikai iskolák fölé, és megoldási peternek, és minták is, és egyéb dolgok fölé. És azt fogja mondani, hogy korlátosak, végesek a lehetőségeink. Vissza kell lépni a nemzeti keretek közé, hiszen meg kell védenünk a 10 millió polgárt, a 15 millió polgárt, aztán meg kell védenünk a régiókat Európában, mert Európát ezek a régiók alkotják, és végül a kontinensekben kell gondolkodnunk. El fogunk jutni ide. Tehát valójában a teremtés diktál számunkra, és merem állítani azt, hogy a mai konferenciának számomra a legpozitívabb üzenete az volt, hogy egyszerűen nincs elkeseredni való, hiszen Isten a saját képére teremtett, bennünk vannak a törvényei, semmi más nem kell tenni, mint követni az ő utasításait, belénk van programozva. Igen, valóban unokáim vannak, valóban úgy nevelem őket, hogy ezen a kontinensen kell élnünk békésen, és kiegyezni. Nincs ilyen luxusra lehetőség, hogy 5 évenként engedjem bármelyik politikai irányvonalat kiteljesedni, mert erre ma már nincs lehetőség. Szűkek a kapacitások. Nem, ez így tovább nem mehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vásárhelyi Judit vagyok, vagy 30 éve mondjuk környezeti nevelő, és nagyon sokat tanultam ma, de egy morzsányit szeretnék hozzátenni esetleg időben és térben, most egész másik dimenzióba mennék. Ugye Karinti azt mondta, hogy már a régi görögök is ismerték a bőrt, a tudományos előadást így kezdett kifigurázni, én pedig a Imre István által a Rendtartó Székely Falu című opuszban összefoglalt Székely Falu törvényekre szeretnék egy villanyásnyit utalni. Nemhogy ökológiailag elképesztő forrásmunka és elképesztő inspiráció, hogy talán van még valami jó dolog, de ide is igencsak illenék. Mondjuk egy 16. 17. századi rendkívül árnyalt, rendkívül bonyolult, de társadalmilag a falu közösségre és gazdaságilag is szinte csak a falu határára vonatkozó egységbe, persze ez könnyű volt megteremteni. Nevezetesen, hogy olyan rendkívül bonyolult és sokféle büntetéssel, főleg mondjuk Erdélyben az erdőt őrző, de máshol másféle közbirtokosságokat őrző szabályrendszerek voltak, amiben olyan elemek voltak, hogy például a bizonyos fahasználat, vagy falopás, vagy meg nem felelés esetén a földesurat ugyanolyan szofisztikált büntetés érte, mint a szabad székely gazdát, parasztként dolgozó szabad székely gazdát, vagy akár a jobbágyként dolgozót, hogyha éjszaka bement az erdőbe, stb. Hogyha egy ekorszekéren jött egy cigánycsalád, hogy szeretne fát, mert kalánt akar faragni, akkor azt mondták nekik, hogy menjenek a szomszéd faluba, de nem azért, mert cigányok voltak, hanem azért, mert már két család faragta az évre kalánra kimért és kiaradhatott, leszedhetett fa anyagot, és jövőre jöhettek volna ők is, de idén már nem, mert olyan iszonyatosan jól gazdálkodtak. Na most állam vezetésükbe, a közösség vezetésébe egységesek voltak. Hagyományaikat teremte, akár ugyanúgy lehettek volna nemzetek. Mi volt a harmadik? Szocializáció? Mi volt a harmadik alkotó eleme a nemzetnek? Elfelejtette Kulin Ferenc is. Eredet. Hát eredetként is eléggé, igen, ott éltek. Tehát mindenképpen egy entitásnak tekinthetők, és ha most ezelőtt, mielőtt idejöttem volna, elkezdtem volna bújni ezeket a szövegeket századszor, akkor egész biztos egy csodálatos jó idézeteket tudtam volna prezentálni, hogy az is kihozható, hogy liberálisan gondolkoztak. Most azt akarom ebből kihozni, hogy ha azt mondjuk, hogy nemzeti liberalizmus, akkor ez egy bizonyos területet is lefed, tehát nagyságrendet, az entitás egy nagyságrendjét mondja. Ha nem mondunk jelzőt, akkor nem tudom, hogy milyent kell elébe rakni a másik véglete. Nem tudom, hogy melyik a legkisebb liberális közösség, amelyik így felfogható.
És nem kellene hagyni, hogyha ennyire sok jó és elfogadható és tolerálható, mediálható tartalma van a liberális szónak, akkor szépen lassan ilyen építkezésekkel nem lehetne letisztítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A mai tanácskozás három címszava a kereszténység, nemzet, szabadság témakörben. Kérdezném mindegyik előadót vagy szervezőt, hogy a nemzeti liberalizmus mai esélyei cím helyett nem lehetett volna-e azt választani, hogy a keresztény liberalizmus mai esélyei. Mert a kereszténység az részben egy nemzeti, részben egy globális valami. Birtes Aljai úr ma itt van, holnap Rómában van, ma nemzeti, holnap egy globális szervezetet képvisel. Tehát ilyen értelemben nem egy amerikai, hanem egy globális. Tehát a másik az, hogy a, tulajdonképpen a kereszténység, az, igen, a kereszténység fogalmát sokan a előadók közül, vagy a szabadság fogalom levezetését a keresztény szabadság fogalomból vezették le. Tehát én úgy vélem, hogy a eddigiek alapján, amit mondtam, a kérdést így is föl lehetett volna tenni, hogy a keresztény liberalizmus mai esélyei. Nem tudom elő, mi a vélemény. Tehát, hogy nem kell szembeállítani a nemzet, tehát nem kell ez a Kurusz Labanc, ami 300 éve kíséri a magyar gondolkodást, tehát nem kell, ahogy a 19. században nem állították szembe a liberálista nemzetivel, tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezen is esetleg elgondolkodni. Köszönöm. Elkezdem én. Honnét indulni kell? Talán a Jóskától azt mondott, hogy a politika ilyen. Én erre azt mondanám, hogy a politika ilyen is, meg van más típusú politika is, és utalnék arra, amit az emberi természettel kapcsolatos kétféle vélekedésről mondtam. Én azt hiszem, hogy ha abból indulunk ki, hogy az ember egy önző és individualista lény, akkor könnyen kiukadhatunk egy olyan politika képhez, ahol a politika az a versenyről, a konfliktusokról szól. Ha viszont hajlunk arra, hogy egy társas lényt látsunk benne, már pedig a keresztény gondolkodásban ez alapvető, akkor lehetőség van egy olyan politikát is elképzelni, ahol a konfliktus mellett a kooperáció, az együttműködés is fontos lesz, és hogyha Európába körülnézünk, nem csak ilyen típusú államok vannak, hanem mondjuk a skandináv államok, vagy Dánia, Norvégia, olyan példák, ahol azt látjuk, hogy legalább a közösségen belül valami fajta együttműködési készség megvan. A másik kérdés, amire reagálnék, ez a szabadság fogalmak közötti különbség, és szerintem ez egy nagyon releváns téma. És azt is mondanám, hogy ez a liberalizmus számára releváns téma, és erre több előadó is utalt, hogy a liberalizmus maga is elvégezte azt az önkritikát, ami egy tisztán egyéniségközpontú ideológiától eljutott egy olyan összetettebb fogalomig, amelyben a közösség szabadsága és az egyén szabadság az nem egymást kizáró, hogy hogyan tudnak összeilleszkedni, az persze egy nehezebb kérdés, mert ugye itt amiről beszélünk az, hogy áldozathozatal meg kötelesség teljesítés, és ezek a fogalmak, ezek abban a negatív szabadságra épülő liberalizmus képben, amely mondjuk így a 20. század egy részét meghatározta, legalábbis Nyugat-Európában, abban nem voltak meg ezek a fogalmak, és a liberalizmusnak önkritikát kellett gyakorolni a tekintetben, hogy ezeket beemelje.
Még egy, két reflexió. Az egyik arra nézvést, hogy vajon a liberálisok adták az első pofont, és akkor most nekik kéne visszalépni. Én szerintem minden konfliktus úgy szokott zajlani, hogy a másikban meglátunk egy hibát, és azt nehezményezzük. Tehát még ha történetileg igaz is lenne a tétel, akkor sem feltétlenül jó kiinduló pont egy konszenzus felé, vagy legalábbis egy kompromisszum keresése felé, hogyha azt vélelmezzük, hogy a másiknál van a hiba, és onnét kezdve tudjuk ezt fölfejteni. Itt megállok, mert a többieknek is marad. Egyetértek a több hozzászólással. A politikai szemantika az úgy működik, mint minden jelentéstan, hogy nem feltétlenül a politika felelős azért, hogy több jelentésű szavaink vannak, hanem azért vannak több jelentésű szavaink, mert ez a szavak természete. Hogy jelentés, gazdagodás, bővülés, elenyészés zajlik le a politika világában is. Tehát az, hogy a nemzet és a szabadság szó elképesztő mennyiségű jelentéstartalommal bír ma Magyarországon, az ebből egyenesen következik, hogy ez egy politikai poliszémia. És nem kell feltétlenül a politikát okolnunk ezért, hanem egyszerűen a dolgok így működnek. Mégiscsak van bennem arra való igény, és én ezt mondom egy picit veszteségnek, és igaz, amit mondtál, azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagy közös élménye volt a rendszerváltozás, és az abból fakadó új élményanyag. De azért hozzáteszem én, és most a nemzeti liberális problematikára visszanézve, én azt gondolom, hogy, és bátran kiismerem mondani, szerintem Sólyom László köztársasági elnök volt ennek az utóvétharcosa. Ennek a logikának, és ő ragaszkodott az utóvétharcban annak a megfogalmazásához, hogy a rendszerváltozás alapértékeit védi. Amikor a Gyurcsány Ferencnek a beszédénél is erre tette a hangsúlyt, és utóbb is, amikor a másik kormányt kritizálta, is erre tette a hangsúlyt. Tehát szerintem ő benne még megtestesedett valamennyire az a konszenzuális logika, hogy a nemzet, mint értékvilág, és a szabadság, mint értékvilág összeegyeztethető, és ez volt a rendszerváltozás egyik nagy lehetősége. És a rendszerváltozásnak szerintem volt arra lehetősége, hogy új politikai nyelvet teremtsen. Azaz, ezeknek a szavaknak új értelmet adjon. Olyan értelmet, amelyik felemelő, kétségtelen, mondom, teljesen egyetértek veletek, hogy nagyon nagy élmény volt így is benne részt venni, nekem is csak állampolgárként. Néhány tüntetésen ott voltam, és egy évek is mögöttetek álltam. Vagy még az SZDSZ-esek mögött is álltam, volt úgy is. Tehát, hogy magyarán szó, ez nagyon nagy élmény volt, de mégis nagy veszteségnek érzem azt, hogy a legnagyobb alapértékeim, és tudom, ez európai egyetemes, tehát egy csomó szinten megfogalmazó probléma, nem a mi dilemmánk, hogy ezek nehezen összeegyeztethető tudattartalmak bennem egyben vannak. Tehát én nem tudom úgy megélni az életet, hogy nem vagyok szabad el, és nem vagyok, nem tudom. Egyszerűen nem is ismerem ezt az érzést, hogy hogy is van ez, hogy is működhetne ez. Tehát ezt nem tudom így egymás ellen rakni. Nem tudom. Tehát elnézést, és egyetértek, így van. A legfontosabb kérdés szerintem is a közösség és a magán tudatos és végiggondolt rendszertani végiggondolása egy ilyen rendszerben. Most mozgásban vagyunk ebből a szempontból. Szerintem a rendszerváltozás alapvetően azért megfogalmazta az autonóm személyes lét védelmére vonatkozó legfontosabb intézményeket, és arra való garanciákat. Most nem tudjuk azért, hogy pontosan itt milyen mozgások vannak. Az új alaptörvény szövegében valóban van elmozdulás a szabadság másfajta értelmezése felé. Szerintem a kettő harmóniába hozható. Nekem ez a alap eszményem ebből a szempontból. Előbb egy nagyon rövid reflexiót hadd fűzzek ehhez, hogy trauma volt-e, vagy nagy élmény a rendszerváltozás, és ezzel le is zárnám. Igen, nem változtatom meg a véleményemet, nekem trauma volt, de nagy élmény. Tehát, igen, azok, de nagy élmény. Na most én a sok felmerült kérdés közül hadd válasszam ki a legutóbbit, tehát azt, hogy a keresztény liberalizmus fogalmát nem volna célszerűbb használni a nemzeti liberalizmus helyett. És miután az lesz a vége, hogy nem, ezért engedje meg, hogy indokoljam, hogy miért gondolom, hogy nem célszerű. Mondhatnám azt is, hogy persze, hát hogyha itt föltesszük szavazásra, és kimegyünk utána, és az a többség véleménye, hogy legyen, akkor egy bizonyos körben ezt fogják használni. De hát története van
a fogalmaknak, és a történetével nem nagyon tudunk szembe menni, engedjék meg, hogy felidézzem egy-két mozzanatát ennek a történetnek, egy rendszerváltozáskori mozzanatát, nem nemzeti mozzanatát, és egy sokkal korábbi. A rendszerváltozáskori története az, hogy hát a hadd dicsérjem a egykori győztes rendszerváltó pártot, az NDF-et, három platformja volt, a népi nemzeti, a nemzeti liberális és a keresztény demokrata. Nem keresztény liberális, hanem keresztény demokrata. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy a legszorosabb együttműködés a Salamon Laciék féle keresztény demokrata és a magunk féle nemzeti liberális platform között volt, és hogy mondjam, Antal Józsefnek igazából ez volt a bázisa. Tehát a frakción belül, vagy a párton belül ez a két platform volt, mert utána a népi nemzetiek eljuttatták a törésig 92-ben az Antal irányzattal az MDF belső ügyeit. De hogy miért nem egy zászló alatt, kis zászló alatt csoportosultak az MDF tagok, annak indoklásául most a korábbi történetet hadd idézzem föl. Ugye az alapkérdés az volt, hogy a magyar nemzettudat mennyiben tudott azonosulni a keresztény öntudattal, vagy a keresztény érzülettel. És ez már történelem. Tehát ugorjunk vissza 200 esztendőt, és mit látunk, 1810-es évek két nagy esemény. Az egyik Veselényinek és Széchenyinek a nem csak a barátsága, hanem tulajdonképpen akkor kezdik kifundálni, hogy mit kell csinálni az országgal. Veselényi a kálvinista, Széchenyi a katolikus, és az első fontos konszenzus, amire jutnak, hogy ki kell kapcsolni a felekezeti vitákat a nemzeti ügy érdekében, mert különben itt nem fog menni. És akár tetszik, akár nem, vegyük tudomásul, hogy az előző generáció nem tudta kikapcsolni a felekezeti vitákat. Kétfajta magyarság volt. Az egyik szerint a jó magyar az a kálvinista volt, vagy a protestáns volt, a másik szerint a jó magyar a katolikus volt. Labancok és kurucok mögött tulajdonképpen felekezeti megosztottság is volt, nem csak földrajzi és nem csak ideológiai megosztottság. Most a másik ilyen példa pedig Kazinczy Ferenc majdnem negyed századon keresztül folytat vitát Guzmics Izidorral, a pannonhalmi apáttal, és leveleznek arról mind a ketten nagyon jó szándékúan, hogy hogy lehetne megcsinálni a felekezeti uniót. Tehát azt, hogy végre egy felekezet legyen egy nemzetben. És Kazinczy lesz az, aki kénytelen kimondani a tanulságot, hogy nem lehet megcsinálni a felekezeti uniót, de ne bánkódjunk rajta, szeressük egymást, mint katolikus és protestáns, és vegyük tudomásul, hogy mint nemzet, mint magyar, az ügyeinket ettől függetlenül próbáljuk megoldani, mert így nem fog menni. Tehát lezárult a 10-es évek végén, 20-as évek elején, a 19. században, én úgy látom, hogy nagyjából lezárult ez a kérdés. Nem abba az irányba fejlődött a magyar nemzettudat, mint mondjuk a lengyel, ahol a katolikus többség miatt a nemzettudat és a kereszténység tudat összetudott vonódni. Egy jó ideig Németországon 17-ben létrejön a felekezeti unió, vagy a német tartományok között, mondanom se kell, hogy a luteránus alapon jött létre. Magyarországon nem jön létre. Ennek nyilvánvaló az az oka, hogy néhány száz évig, vagy 150 évig, mindegy, a török uralom miatt az ország kettéosztódott, kétfajta nemzeti élmény és nemzettudat volt, vagyis azt mondom, hogy ma már nem tudunk eltekinteni ettől a fajta történelmi előzménytől, de se baj, ez nem azt jelenti, hogy ne tartanánk egyszerre jó magyarnak, vagy jó kereszténynek egymást, csak azt jelenti, hogy nem ezt a fajta közösségtudatot tekintjük a nemzeti egység alapjának. A nemzeti egység a felekezeti egységtudaton felül van, vagy felül, ezt hozta a magyar fejlődés. Én úgy gondolom, hogy ezt, tehát tulajdonképpen elvált egymástól a
a modern liberális nemzettudat és a keresztény tudat. Hadd jegyezzem még meg, az a Kölcsey, aki Kazincival szembefordulva épp a 10-es évek közepén a vallási töredékekről szóló tanulmányában arról elmélkedik, hogy milyen nagyszerű is lenne egy felekezeti unió. Tehát ő, a fiatal nemzedék képviselője perelne Kazincziba, hogy mégiscsak kellene unió, de ez a Kölcsey fogja megírni azt a himnuszt, amelyikben hallatlan gonddal ügyel arra, hogy nehogy véletlenül bekerüljön egyetlen egy olyan szó, egyetlen olyan utalás, amit vagy a katolikus magyarság, vagy a protestáns magyarság lefoglalhatna magának, mert hogyha nyelvileg nincs függetlenítve egy nemzeti ima a felekezeti ellentétektől, akkor már nem lehet a nemzeti közösség megalapozója. Meg tudta csinálni, mellesleg István király azért nem került bele, mert abban az időben István király még katolikus buli volt. Bocsánat a kifejezésért, ő úgy tekintették, hogy katolikus ügy volt. És aztán, és ma már azt mondta egy pár évvel ezelőtt, ugye Bölcskei püspök, hogy amikor oda tették a mikrofont, hogy elment a jobbkéz, na bocsánat, elszóltam magam, hogy protestál. Vagy csak annyit, hogy oda hogy hát püspök úr, hogy maga református, hogy lehet itt azt mondja, akkor még mi is katolikusok voltunk. Vagy. Egy mondatot csak azért, mert itt meg ennek van a kereszténydemokrata és kereszténszociális. Ez a két fogalom lefoglalta a politika történetben a kereszténység szót. És ha most bedobnánk a keresztény liberálist, ami a miniszter úr ajánlotta, hogy felejtsük el a liberálist, akkor már a termen belül is összevesztünk egymással, hogy most legyen a keresztény liberális vagyok. Bocsánat, csak annyi, ott kellene kezdenünk, hogy hova tesszük az Y-t. Hát az Y elhelyezése kéne, hogy az első lépésben. Igen. Lassanként le kell kerekítenünk a kerekasztalt, de a három Ferenc után legyen a szó most a Józsefé, az egy Józsefé. Én is nagy tisztelője vagyok a rendtartó Székelyfalu könyvének, nagy olvasmányélmény volt annak idején, úgyhogy egyet is értek azzal, amit mondod. Az a helyzet persze, hogy ahogy utalt is rá, hogy az egy egymás személyesen ismerő közösségben működő normarendszer volt, amely szokásjogi alapon működött, a tekintélynek rendkívüli szerepe volt benne. Valószínűleg a modern társadalmi körülmények között ez a modell ugye nem követhető. Ugyanakkor azt gyanítom, hogy a rendtartó Székelyfalut se véletlenül hívják rendtartónak, tehát felteszem, hogy rendet kellett benne tartani. Tehát az emberi közösségnek az a természete, hogy elég gyakran konfliktusosak, és valamilyen mértékben a konfliktusaikat kezelni kell, ilyen vagy olyan módon kezelni kell. Igen, tehát ez egy olyan halmaz, ez a kettő, ez olyan halmaz, ami az egyik tartalmazza a másikat, és nem a széket tartalmazza az embereket. Így utalnék vissza arra, amit a Feri mondott, mert ez egy fontos kérdés. Tehát természetesen normaként, a politikára vonatkoztatva is nagyon fontos norma lehet a kooperációnak és a konszenzus keresésnek a normája, ehhez ragaszkodhatunk. De ettől még a helyzet az, hogy az emberi közösségek általában konfliktuózus jellegűek. Én úgy gondolom, és bizonyos értelemben abból kell kiindulni, hogy ez a normál állapotuk. Tehát ilyen értelemben biztos igazad van, hogy korrigáltál. Valószínűleg ez a két dolog, a kooperáció és a konfliktus, az valószínűleg a társadalom általában az emberi közösségeket jellemzi. Most viszont nyilván nem mindegy, hogy egy-egy politikai közösségnek milyen az előtörténete.
Azok az északi demokráciák és nyugat-európai országok, amelyeket példaként hoztál, azok olyan társadalmak, amelyeknek a közelmúltjában nincsenek alapvető a társadalmat alapvetően megosztó polgárháborús jellegű erőszakcselekményekkel összefüggő élményeik. Azonban azok a dél-európai országok, Görögország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, amelyeknek az utóbbi évtizedekben polgárháborús élményeik voltak, ezek a polgárháborúk időnként erőszakos diktatúrákba is áttoltak, aztán időnként polgárháborúval folytatódtak, néhol nem polgárháborúval folytatódtak. Ezekben az országokban általában a politikai közösség rendkívül megosztott, és a politika világa rendkívül konfliktuózus. Az a helyzet, hogy tudomásul kell venni, szerintem, hogy Magyarország ezekhez inkább hasonlít, mint a skandináv demokráciákhoz. Egész egyszerűen a 20. századi politikai élményeink ilyenek. Azért szoktam azt a kifejezést használni például az 1918-21 közötti időszakra, hogy azok polgárháborús évek, mert bizonyos értelemben úgy gondolom, hogy a magyar politikai közösségnek a tagjaival tudatosítani kell, hogy ez a hagyományunk nem külön van tanácsköztársaság és külön van ellenforradalmi rezsim. Ez ugyanannak a történetnek a része. Egész egyszerűen egy rendkívül konfliktuózus és erőszakos történelem van mögöttünk, amely konfliktuózus és erőszakos történelemhez képest kell megítélni például a rendszerváltásnak a történetét, vagy akár mai politikai folyamatokat is. Nem szabad egy társadalommal szemben olyan, gondolom én, ez abszolút nem hozzád szól már, hanem magán elgondolás, tehát nem szabad elvonatkoztatnunk, amikor a jelenbeli politikai elvárásainkat megfogalmazunk, nem szabad elvonatkoztatnunk ezektől a történelmektől és hagyományoktól, amelyek mögötte áll. Szabad erre röviden reagálni, tudom, hogy az idő már elment. Az egyetértés lenne a tekintetben, hogy valóban fontos az, hogy megnézzük az adott társadalomnak, közösségnek, államalakulatnak, nemzetnek, akárhogy is nevezzük a történetét, és ezért mondtam én, hogy én hiányoltam itt a 20. századról való beszédet, mert nem értjük a rendszerváltást, hogyha a 20. századot nem értjük, és e tekintetben én a kulcs momentumot, a döntő momentumot azt a totalitáris rendszerekben látom. Azt gondolom, hogy a totalitáris rendszer természetéből fakad az, hogy a társadalmak szövetét radikálisan fölbontja, és ennek a következménye az, hogy egy rendszerváltás egyszeri gesztusával nem lehet ezt a szövetet újraépíteni, hanem ez az idő és az a fajta munka, amit belefektet az adott közösség a saját szövetének az újra szövésébe, az hozhatja meg. És ilyen szempontból én igenis azt fontosnak látom, hogy miközben tisztában vagyunk, hogy tehát ez is a történelmünk, azt is lássuk, hogy nem csak ez a történelmünk, hogy tehát van egy autonóm magyar történelmi hagyomány, ami sokkal régebbre visszamegy, és a tudati szinten is visszamegy, mert igenis van egy olyan, hogy katolikus, van egy olyan, hogy Kálvin is, van egy nyugat-magyarországi kelet, egy csomóféle magyar hagyomány együtt él, és ezek nem csak 100 évre vonatkoznak, hanem hosszabbak. Tehát amikor ápoljuk a saját hagyományainkat, amikor a saját nyelvünket újból és újból megpróbáljuk megtisztítani, mert a Széchenyi féle program az szerintem e tekintetben érvényes. Mi most ezt csináltuk bizonyos értelemben, a szavainkat próbáltuk meg visszatisztítani, visszanyerni, akkor nem szabad belenyugodni abba, hogy nekünk egy ilyen 100 évünk lett többek között egyébként a saját hibánkból és a saját vétkeinkből, hanem igenis lehetőségét kell látnunk annak, hogy ezt lehet másképp is csinálni, hiszen vannak jobb példák, és hiszen most nem totalitárius rendszerek elnyomása alatt cselekszünk, hanem elvileg a saját közös gondolkodásunk eredményét fejtjük ki. Tehát ilyen értelemben a felelősségünk megáll a következő választástól a következő választásokig. Mindig ott van a lehetőség, hogy a jót választjuk, ugye? Fölálltam, és ezzel jelzem, hogy szeretném méltó módon lezárni ezt a konferenciát. A méltó mód a köszönet.
a meghívott előadóknak a fölkészülésért, az előadásokért. Köszönet nektek, hallgatóknak, külön tisztelettel Réthei Miklósnak, hogy eljöttél és elváltad a védnökségét ennek a konferenciának. Neked ezt hálásan köszönöm. A kérdéseket is úgy szintén. A konferencia itt véget ér, de eme konferencia is írásban folytatódik, hiszen a két megelőző konferencián Széchenyiről, Eötvösről megjelent előadásai tekintetében könyv formájában. Most is reméljük, hogy az előadók nem csak szabadon szóltak, hanem hoztak magukkal az előadásaikat, ezt majd megkapjuk tőlük, és akkor minél hamarabb szeretnénk ezt a konferenciát könyv formájában is megjelentetni. Reméljük, hogy akkor rajtatok keresztül is, olvasva az itt elhangzott gondolatok tovább folytatódnak, másokat tovább gondolásra indítanak. Hát én ennek a reményében teszek most pontot erre a konferenciára. Olyan hatalmas nagy kérdés ez nemzetinek lenni, szabad elvűnek, szabad gondolkodónak lenni. Ugye mind a kettő érték, a kettő együtt éléséről volt itt szó. Tisztázódott sok minden, világosabbá látunk a kérdést, nem az igen vagy nem, nem lehet egy egyértelmű, egy mondatba beleszűni a választ. Ha a maga mérzületét kéne most elmondani, hogy bennem mi történt ez alatt az egy nap alatt, akkor valahogyan azt én úgy összegezném, hogy ebben a nagyobb panorámában, ahogy szakemberek mindezt kifejtették, nem is olyan könnyű ezt az egészet társadalmi szinten jobban, könnyen csinálni. Tehát valahogy a nagyobb türelem önmagammal, önmagunkkal szemben, a feladat megmarad, ne elégedjük meg ezzel, de valahogyan az eltökéltségünk maradjon meg a továbbiakban is, csak talán nyugodtabban kezdjünk, nagyobb türelemmel, önmagunkkal szemben, a másikkal szemben, és hogyha így elindulunk, akkor amit a sors, a gondviselés, a Jóisten tőlünk kér, azt meg tudjuk tenni, és nekünk csak ez a feladatunk. Hálásan köszönöm, szép szombat estét, áldott hétvégét nektek!